Egyre gyakrabban fordul elő az iskolai konfliktusok okán kialakuló bántalmazás a diákok körében. Az iskolai terror lehet lelki vagy fizikai, mindkét formája egyaránt megviseli az áldozatokat. Iskolai terror esetén egyes tanulók szándékosan és folyamatosan lelki terror alatt tartják és zaklatják egyik társukat. Ennek több formája is van. A diáktárs nevét kiabálják, cikizik őt és folyamatos megjegyzéseket tesznek például a magassága vagy külseje miatt. Elrejtik vagy elveszik az értéktárgyait. De ez lehet akár fizikai bántalmazás is. A zaklató megütheti az áldozatot, lögdösheti vagy a haját húzgálhatja. Azt, hogy az áldozatok mennyire tudják elviselni vagy tűrni a velük szembeni pszichoterrort, az természetesen az egyén tűrés határától is függ. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán Lupák Éva pszichológus, köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm a nézőket. Hát elég sajnálatos ez a téma, amiről beszélgetünk, viszont éppen azért beszélgetünk róla, mert létező problémáról van szó. Erőszak az iskolában, ha ezt a kijelentést vesszük alapul, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen magyarázatra szorul, hogy honnantól beszélünk erőszakról. Sajnos igen, gyakran megjelenő jelenség az iskolai erőszak vagy terrorizálás, ez ilyen nagyon erősen hangzik, de valójában gyakrabban előfordul, mint azt gondolnánk. Iskolai erőszakról már akkor beszélhetünk, hogyha valamiért általában fontos, hogy az erőviszonyok kiegyenlítetlenek egy ilyen kapcsolatban, tehát valamiért a gyengébbik fél iskolai atrocitásoknak, csúfolódásnak, különböző kiközösítésnek van kitéve. Természetesen itt is megkülönböztetünk verbális, illetve fizikai erőszakot is. A verbális erőszak az általában arra irányul, hogy valamilyen módon lelkileg a gyengébb vagy a kisebbik felett lenyomják, illetve a fizikainak is megkülönböztetünk, hogy a szexuális fajtáját is, tehát ez is elég gyakran előfordul. Mikor kell szólni? Hogyan lehet erről tudomást szerezni? A legnagyobb felelősség, vagy a legfontosabb feladata ebben az esetben a szülőkön van, hiszen ők azok, akik a legtöbb időt töltik a gyerekkel, és akik a leginkább ismerik a gyerekeket. Nagyon fontos, hogy ha bármikor azt érzik, vagy észreveszik, hogy a gyereknek megváltozott a viselkedése, vagy hogy mondjuk ismeretlen eredetű foltok jelennek meg rajta, vagy például beszámol róla, sokan nem is veszik komolyan, amikor a gyerek hazamegy és elpanaszkodja, hogy valamilyen atrocitás érte az iskolában, és hogy ezeket az apró jeleket is nagyon figyelni kell, illetve fontos jelző még, hogyha leromlik az iskolai teljesítménye, hogyha nem akar iskolába menni, hogyha arra panaszkodik, hogy kevesebb barátja van, hogy nem annyira érdekli az iskola, mint annak előtte, illetve fontos jelző még az, hogyha valamilyen szomatikus panaszok egyre gyakrabban jelennek meg. Ugye a gyerekek gyakran reagálnak a különböző lelki sérelmekre, fizikai, testi tünetekkel, tehát hogyha állandó fejfájásra, gyomorfájásra panaszkodik, azért ilyenkor érdemesebb minél többet beszélgetni a gyerekkel, hiszen akkor lehet kideríteni. A gyerekek általában nem számolnak be, de vagy nem szívesen mondják el maguktól azt, hogyha valami ilyen esemény éri őket az iskolában, mert félnek attól, hogy ennek még súlyosabb következményei lesznek. De annak tudatában vannak, hogy ez egy terror vagy egy erőszak, ami ellenük történik, zajlik? Ez mindenképpen, hiszen általában, amikor kipécéznek egy gyereket, akkor egy vagy kettőről van maximum szó, hiszen hogyha már többen lennének, akkor már fennállna a veszély arra, hogy ugye az áldozatok összefognak az elkövető ellen. Általában valamilyen vagy külső tulajdonság, vagy valamilyen olyan tulajdonságba tudnak belekötni, amiben a gyereket gyengébbnek érzik, vagy hogyha visszahúzódóbb, vagy hogyha azt érzik, hogy ez a gyerek érzékenyebb, mint például a társaik, nagyon jó aki tudnak ilyenkor pécézni gyerekeket maguknak, azok, akik valamiért erőfölényben érzik magukat. Nem tudom, hogy jól sejtem, de talán épp akik kipécéznek egy gyermeket, őket pont ez össze is tarthatja, hogy közösen valaki ellen, hogyha egyébként mondjuk nem is barátok.
Általában, hogyha most nem tudom, beszélhetünk agresszorokról, tehát hogy általában akik kipéciznek maguknak gyerekeket, ők általában sokkal dominánsabbak, sokkal agresszívebbek. Természetesen azt gondolom, hogy ennek a hátterében is nagyon sok probléma állhat. Tehát ezek a gyerekek sem azért csinálják, amit csinálnak, mert eredendően gonoszak, hanem valamit kompenzálni próbálnak ezzel az agresszív viselkedéssel. Vagy például azt, hogy otthon nem kapják meg a megfelelő figyelmet, vagy például azt, hogy egyébként ők maguk is önbizalomhiánytól szenvednek, és ezzel próbálnak valamilyen erőfölényre szert tenni. Nyilván ez nem menti fel őket a cselekedet alól, és általában 2-3 ilyen hasonló körülmények közül jövő gyerek tud összefogni a gyengébbek ellen, és ezáltal érzik magukat valamennyivel többnek, mint az, akit kiközösítenek, vagy bántanak, vagy csúfolnak, gúnyolnak. Itt gondolom, hogy gondolhatunk már az alsó tagozatos gyerekekre is, de ugyanúgy még a középiskolás korosztályra is, hát rájuk meg főként. Általában 10-11 éves korban a leginkább jellemző ez a fajta iskolai viselkedésmód. Későbbiekben talán a fizikai erőszak egy picit csökken, ott sokkal inkább a lelki terror az, amit a középiskolások tudnak alkalmazni egymással szemben, illetve még különbséget kell tenni a fiúk és a lányok között. A fiúknál azért sokkal gyakrabban jelenik meg fizikai agresszió, míg a lányok inkább a lelki terrort tudják nagyon-nagyon alkalmazni, és sajnos ez felnőtt korban is nyomokat hagy az emberben. Azt gondolom, mindenkinek van olyan élménye, amikor esetleg valahogy az iskolában, középiskolában kigúnyolták, vagy volt valami ciki megjegyzés rá, és ez nagyon mély nyomot tud hagyni. Természetesen vannak enyhébb formák is, de sajnos nagyon sokszor akár depressziós, szorongásos tünetek is ki tudnak alakulni, főleg, hogyha 10 éves korosztályra gondolunk, hogyha észreveszünk, hogy mondjuk rágja a körmét, nem tudom, tekergeti a haját, vagy még akár a bepisilés is vissza tud jönni, felriad, éjszaka rémálmai vannak, azért ezek a tünetek már elég súlyosak ahhoz, hogy ilyenkor érdemes akár egy pszichológus segítségét is kérni. A nemek egymás között, vagy egymás ellen vívják ezeket a kis küzdelmeket? Én inkább azt gondolom, hogy gyakrabban jelenik meg azt, hogy egymás között. Az egymás ellen inkább ott a szexuális jellegű megjegyzések vannak a fiúk részéről a lányok felé, az inkább a gyakrabban előforduló. Mi lehet a megoldás? Milyen lépcsőfokok vannak? Hát az első lépcsőfok, azt gondolom, hogy ismét a szülői házra visszaterelni a szót, hogy a szülőnek az elsődleges feladata az, hogy megpróbálja megtanítani a gyereknek, hogy hogyan tudja megvédeni magát, hogy hogyan tud úgy kiállni a saját érdekei mellett, hogy ugye ne egy viszont agresszióba menjen át, hanem hogy valahogy akár még egy ilyen humoros formát is ölteni, és nyilván ennek az első lépése, hogy a gyerek önbizalmát tudjuk erősíteni. Gondolok itt arra, hogy valamilyen sporttevékenységgel, ami mindenképpen önbizalomfejlesztő, vagy valamilyen olyan csapatba beintegrálni, ahol biztonságban tudja magát érezni. Tehát a gyereket mindenképpen felfegyverkezni azokkal a pszichés megküzdő képességekkel, hogy egy ilyen támadást ki tudjon védeni. Ennek a következő, azt gondolom, lépcsőfoka az, hogy találni egy olyan pedagógust, akiben megbízik a gyerek. Tehát nem feltétlenül gondolok az osztályfőnökre, hogyha van egy olyan pedagógus, akivel nagyon jó kapcsolata van, akkor ő be tud avatkozni és tud segíteni, de sajnos a fenyítés vagy az igazgatói intés, azok csak tovább öntenek olajat a tűzre, ezek általában nem segítenek, viszont hogyha nagyon súlyos formát ölt, akkor azt gondolom, hogy a gyerekvédelmet is érdemes már bevonni, hogyha úgy érzik, hogy már megállíthatatlan a folyamat. Épp a következő kérdésembe szerepeltek volna a pedagógusok, hiszen iskolai erőszakról beszélgetünk, de az ő esetleges szerepükről vagy segítőkezükről ugye nem ejtettünk szót. Sajnos azt gondolom, hogy a pedagógusok nem tudnak ott lenni mindenhol, hiszen ők egy-két ember van 30-35 gyerekre, és ezek az erőszakos cselekedetek megtörténhetnek hazafelé, az iskolából, a mosdókban, bárhol. Szóval, hogy azt gondolom, aki erőszakosabb cselekedeteket követ el, az megpróbálja a tettét elrejteni, és megpróbálja olyan körülmények között alkalmazni, ahol kevesebben veszik észre, illetve amit gondolok még, hogy fontos szerepe lehet, az az osztályközösségnek a szerepe. Tehát nem mindegy, hogy hogy reagál rá az osztály, hogy vevő rá, és akkor együtt nevetnek, vagy pedig elfordítják a fejüket, tehát ez mind hozzájárul ahhoz, hogy az erőszaktevők tovább folytassák a cselekedeteket. És azt gondolom, a szülőknek a feladata, hogy minél inkább érzékenyítsék a saját gyereküket, és megtanítsák azt, hogy a másság az ugyanúgy elfogadott, és ugyanúgy próbálni kell segíteni, bármilyen másságot fedeznek fel a gyerekeken.
Mennyire mondható ritkának vagy gyakorinak az ilyen esetek előfordulása hazai vonatkozásban? Azt gondolom, hogy elég gyakori, keveset beszélünk erről a témáról. Hát adatok szerint 10 gyerekből 1-2 általában valamilyen iskolai fenyegetésnek van kitéve. Mostanában nagyon gyakran megjelenik ugye az interneten történő fenyegetés, akár azzal, hogy feltörik a különböző profilokat, közösségi oldalakat, akár hogy olyan tartalmakat írnak ki, fényképeket tesznek ki, ahol valamilyen kellemetlen helyzetbe hozzák a gyereket. Szóval egyre gyakrabban jelennek meg ilyen kommentek, fényképek alá, és ez mind-mind hat a gyerekek lelkivilágára. Nyilván Magyarországon azért olyan extrém mértékű esetekről nem hallunk, mint például Amerikában, hogy bosszúból a gyerek bemegy és lelövi a társait, de azért azt gondolom, hogy nagyon érdemes odafigyelni és komolyan venni ezeket az eseteket. És hogyha elhagyjuk az iskolai kereteket, akkor mondhatjuk, hogy ugyanez ez a helyzet kialakulhat egyes munkahelyeken is. Ilyenkor hova fordulhat az, aki belekerült az áldozat szerepébe? Sajnos felnőtt korban is megjelenhet ez a fajta jelenség. Azt gondolom, hogy minél intelligensebb az ember, és minél inkább fejlett, annál jobban tudja, hogy hogyan lehet úgy lelki terrorba tartani valakit, hogy ez minél kevésbé legyen észrevehető. Felnőtteknek viszont megvan az a lehetősége, hogy akár tudja saját magát fejleszteni, és ki tud lépni ebből a helyzetből, vagy pedig ki tud állni saját magáért. A gyerekek sokkal védtelenebbek, ezért sokkal inkább rájuk kell a figyelmet fordítani, de természetesen a felnőttek között is megjelenhet. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és én azt gondolom, hogy mindenképpen hasznos erről a témáról időközönként beszélgetni. Remélem, hogy a kedves szülők is úgy értékelik, hogy talán egy picit még kíváncsiabban beszélgetnek otthon a gyermekeikkel. Köszönöm szépen. Szépen.